megkezdődtek hétfőn a programok a második kolorplázson. Délután a Rekordok napja keretében elindult a közösségi subázás, meghirdették a Csomóz bele te is című rekordkísérletet, melynek célja, hogy egy 60 darabból álló színes, kézzel csomózott szőnyeg készüljön a 60 éves Kazinc Barcikán, de volt homokozás és festés, és a plázson zenélt Polgári László is. Este héttől pedig Kazinc Barcikai zenekarok, a Viharmadarak és a Zakó Band adott hangulatos koncertet a Csónakázó tónál. Szintén este héttől Feledi projekt Le Vili Lidércek címmel kezdődött táncszínházi produkció az Egresiben. Feledi János, a méltán népszerű kazincbarcikai származású balettáncos és koreográfus, a 2012-ben létrejött Feledi projekt égisze alatt Puccini első operáját adaptálta táncszínházi produkciójához. A művész célja sajátos formanyelvén minőségi produkciókat létrehozni magasan kvalifikált művészekkel. A nap a Retromozi következő előadásával zárult, este 9-től az Egresi téren a Szeleburdi Vakáció című filmet vetítették le az érdeklődőknek. A KVTV csütörtöki fesztiváladásában mindenről, illetve a vasárnap kezdődött Hollywood tábor programjairól bővebben is hallhat, ezúttal is 17:30-kor kezdünk.